Peggy 18. Sziasztok, srácok! Nos, eljött megint a Postal 3 ideje. Hát az előző részben láthattátok, hogy egy bankba tettünk rendet, hisz kinyitjuk az összes rendőrt, aki az utcunkba került. És most eljutottunk oda, hogy bizony a hippik oldalára álltunk, vagy mi a túró, és valami hajókapitány kinézetű pacák jön nekünk magyarázni, hogy valami almát szedjünk le neki a fáról. Tudom, hogy ez nem teljesen az a magyarázat, ami a játékban van, de baromi lusta ember révén, meg nem tudok angolul. A lényeget közöltem veletek, szedjünk porszívóval almát a fáról. Amúgy ne lepődjetek meg, a legtöbbet használt tárgy a játékban az a porszívó lesz. Jó pár feladat lesz még, ahol alkalmaznunk kell lesz. És mint látható, a porszívózás roppant izgalmas műveletét hagyjuk végre. Hát igen, a Postal amúgy a sose volt 3A kategóriás játék, hanem inkább tripla Z kategóriába sorolnánk, de hát na, mondjuk úgy, hogy ez egy mazoista játék bemutató, mert hát aki ezt végigjátsza, azért az kiállja a pokol összes kínját, nagyjából, hát azért sorolhatnánk, azért is szoktam én az ilyen játékokat választani, mert egyrészt mazoista vagyok, másrészt meg hát ilyeneket nem sűrű szokták bemutogatni mások. Mutogathatnék én is 3A kategóriás játékot, hogy jó, hát ez mekkora jó, meg minden, de ám mondjuk ugye a BF-ből is bőven elég volt már az, amit idáig láttam. De még ezen felül azért kell lesz még bemutatót csinálni, és jaj, ne, mi történt? Hát szüretelést meglátták a arabok, és hát bizony olyan fergeteges irigység fogta el őket, hogy bizony beszállt a buliba Osama Bin Laden is. In the name of Allah, we will wrest the wonderful badger saw technology from the hands of our tree-hugging infidels. Go now, destroy these Zionist vegans with fire and angry, vengeful stuff, and bask in the lamentations of their kittens. Jihad! And let me know how it goes. I'll be back at the soup kitchen. Today is minestrone day, and you know how the customers get if I open late. See ya! The ecologists put up a pretty good fight for a bunch of spindly smelly gay troopers. És most látható, hogy a hippik és a arabok felvették egymással a harcot, és hát nekünk is be kell szállni újfent a buliba. És a drága jó hajókapitány kinézetű pacák főnökünk az ad nekünk egy nem pont ideillő fegyvert, hisz darás kaptárakkal kell kinyírbászunk az arabokat, mondjuk nem tudom miért ilyen fegyvereket dobálnak ide, mindesetre ettől az arabok nagyon csípős hangulatban lesznek. De majd meglátjátok, szerintem én hamarosan vissza fogok térni a hagyományos tömegpusztító eszközökhöz. És kezdődjön is akkor a játékunk. Na, hadd már ide ezeket a hülyeségeket, azt lássunk hozzá. És kezdődik is a drága jó feladatunk, menj meg a hippiket. De hát azért a hippiket sem nagyon kell félteni. Na jó, keressünk arabokat, ott van egy darab arab úriember, adjunk neki méhkaptárat. És már is elkapták a méhek. Jön a következő arab úriember, őt is elkapták a méhek, vagy tálibok, ó Istenem. Nem is arabok, tálibok, bocsánat. De gyanítom azért ők is gyakorolják az iszlámot, de mindegy. Mondjuk ez egy sztereotípia, hogy azért az arabokat és a tálibokat össze is szokták keverni. Legalábbis az európaiak, amerikaiak, meg mindenki más. Na. Azt mondja, adtunk nekik pár darab méhkaptárt, vagy daráskaptárt, vagy nem tudom mi ez, és hát kaptunk is golyót jó számmal. Viszont, mint látható, beszéltem az első epizódban, azt hiszem arról, hogy milyen jól van optimalizálva a játék, és hát tapasztalni is fogjátok, hogy bizony annak ellenére, hogy 4 magos gépen van, meg hát azért bírnia kéne, mert ez nem egy olyan hűde high-tech grafikával rendelkező játék. Olyan jól oldották meg ezt a készítők, hogy itt kb. 16 FPS-re fogjuk végigküldeni ezt a mission-t, mert hogy nem tudom milyen jól van optimalizálva, és már is jönnek a tálibok és kapják a darazsat, de hát ez annyira nem hagyja meg őket.
Ja, de csak kizé menekülnek a darázsok elől. Na mindegy, akkor. Már is kell nekünk még egy darázs. De... most úgy nézem, inkább fegyvert váltok, mert kifogytam a kaptárakból, és még mindig vannak itt valami fennforgások, meg valahogy innen ki kéne kerülnöm. De nézzük, nézzük, merre tudok én itt kijutni. Azt mondja, talán erre menni fog, már hogy lecsöppentem én ebbe a kiszáradt folyó, patak, mederre, vagy nem tudom, mi akar ez lenni. Mindeközben a hippik és az arabok még mindig itt harcolnak egymással. Á, és át tudtam jönni, nem hittem volna, hogy ilyenkor is képes vagyok. Na, adjunk neki pisztolyt. Ó, és már is macsetét rántottak. A következő úriembert is sikerült elintézni. Ne ijedjetek meg, itt most semmi konkrét feladatunk nem lesz amúgy. Hát egész egyszerűen csak annyi dolgunk van, hogy addig írtsuk az embereket, amíg bele nem fárad a játék. Hiszitek vagy sem, de tényleg jönnek ránk az arabok is, jönnek ránk a hippik is, mi meg megpróbálunk életben maradni itt a nagy tűzházba, és hát megpróbálok fedezéket találni. És hát egyelőre tudjuk is ezt a feladatot kivitelezni. Egyébként, de jól áll vannak itt ezek az emberek. Na, na, na. Őt is elintézzük. Jó, már egy kisebb fajta falut kiírtottunk. Hú, hát ez ilyenkor mutatkozik meg, hogy a posztálhálom tényleg egy Z-kategória. Ó, de azért lehet látni, hogy azért törődtek a készítők a rendes vérbugyogással, hisz ha jó helyen találjuk el őket, akkor kompletten a lábuk marad meg csak a lávai úriembereknek. Na és na, most kezdődik igazán a szaggatás. Ó, és közben üt minket egy arab. Nem tudtam, miért megy le az életerőm. Ez meg pisztolya figyel itt engem nagyon messziről. És még valaki elkezdett itt engem püffögtetni. Ah, itt van ez is, jó van. Ah, ja, amúgy attól se lepődjetek meg, hogyha kiirtottatok egy placot, idővel oda teleportálnak megint ezek a drága jó enemik, vagy mik ezek. És mindenféle fegyverrel is módon próbálnak minket abajgatni. Hú, lassan kifogyhatnának már ők is a lőszerből, meg az emberanyagból, mert hát azért kezdem én is egy kicsit elveszíteni a fonalat. Minden esetre... úgy érzem, hogy kezdenek kifogyni az úriemberek. Úgyhogy lehet, hogy nem sokára vége lesz ennek a pokoli kinyárásnak, ami itt megy. Ó, és hogy harcolnak egymással. Ahogy még rúgásra is képesek. Nagyon jó. Őt is elintéztük, azt hiszem még ő. Na. Azt is elintéztük. Azt is vagytok még. Lassan elfogyhatnának. És azt hiszem, lassan itt lesz a vége. Na nézzük. Hú, vannak még emberek, akiket megölhetünk. Ó, ott van egy arab. Ó, és hogy jönnek még a hippik is, persze. A hippik már nem az arabokkal foglalkoznak, hanem velünk, hisz mi pusztítóbbak voltunk rájuk nézve. Ó, és hogy ugrál szerencsétlen, elvérzett. Ó, és ott a borzos úriember. Jó van, őt is elkaptuk. Na nézzük, következő delikvens. Ó, hát itt még vannak szép szám alafenébe, pedig már kezdtem volna reménykedni. Ó, és jön ránk a borzos fickó. Szegény borz is meghalt. Nos. Kezdődjön is a móka. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy el is érkeztünk a végéhez. Tudom, hogy még nem, de mindjárt. És íme. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Postal 3 túravezetés, legújabb túravezetés, Postal 3 játék bemutató legújabb bemutatását. Hát látható, hogy itt azért már kikergetnek minket a világból, annyira jól sikerült. Nos, nem sokára jön a következő epizód, addig is a viszontlátásra. Sziasztok! Obviously, I didn't get paid.